Alapjáraton én az állatoknál a szabadtartás híve vagyok, mégis előfordulhatnak különböző esetek, amikor igenis szükség van szénára és vagy alomra is az állatoknak. Így gondoltam, hogy egy pár percben most beszélnék nektek arról, hogy venni vagy megcsinálni otthon. Saját helyzetemből kiindulva nekem jelenleg nagyon könnyű, ugyanis még csak egy állatom van. És tulajdonképpen amíg még bent van az óriában éjszaka, addig kell alom. Továbbá mellettünk van a nagy legelő, ahol van elegendő fű, ahonnan le tudom ezt vágni, és meg tudom szárítani, ugyanúgy most alomnak, valamint a későbbiekben majd akár télire szénának is. És például két dolgot is szeretek abban, hogy én csinálom ezt. Egyrészt egy kicsit többet mozgok, valamint nyugodtabb is vagyok, ugyanis tudom, hogy én vágtam azt a füvet, milyen füvet vágtam, tudom, hogy nincs rajta olyan vegyszer, ami esetleg rajta maradhatott, és akkor a későbbiekben gondot okozhat. Jövőben viszont, amikor sokkal több állat lesz, akkor valószínűleg nem lesz rá sem elég időm, sem elég energiám, sem elég területem, hogy pluszba valahonnan csak úgy levágjam a füvet, hanem akkor azt már legelni fogják az állatok. És hát ezeket figyelembe véve tudom azt mondani, hogyha nektek is mondjuk most egy-két-három állatotok van, úgyhogy nem valami nagyobb állomány, és akár van plusz területetek, és van annyi szabadidőtök, hogy akár saját magatok vágjátok le, akár kézikaszával, akár valamilyen fűnyírógéppel a füvet, és meg tudjátok szárítani, akkor saját magatok is megcsinálhatjátok akár éjszakára az almot, akár szénát, attól függ, hogy mit, hogyan szoktatok csinálni, és hogyan adtok nekik bizonyos dolgokat. A másik oldalról pedig ott van a vásárlás, ami szerint gyakoribb is, legalábbis itt a környéken körülnézve, körültekintve. Összességében, hogyha felmerülne az a kérdés, hogy venni vagy csinálni, arra a válasz az, hogy mindenki a lehetőségei és a saját akarata szerint cselekedjen. Az egyik ember nem lesz rossz attól, hogy otthon levágja a füvet és magának megszárítja, és a másik ember sem lesz rossz attól, hogy ő megveszi már készen a szénát. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy elvesztétek ezt a néhány percet. Mindenféleképpen szerettem volna erről elsősorban egy rövid videót elkészíteni, hogy így megmutassam, hogy van ez a lehetőség is, meg az a lehetőség is, viszont szerintem ebből a témából még ki lehetne hozni, többet is lehetne beszélni arról, hogy miért jó az egyik, miért jó a másik, valamint lehetne még más emberekkel is beszélni róla, hogy mit gondolnak az egyikről, mit gondolnak a másikról, úgyhogy lehetséges, hogy a jövőben még ezzel a témával kapcsolatban lesz hosszabb videó. Addig is köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.